Már szinte teljesen elkészült a Tiszadobot és Tiszadadát ellátó szennyvíztisztító telep. Utóbbi településen most egy közel 1,5 milliárd forintos beruházás zajlik, melynek keretében a község egész területén megoldódik a szennyvízelvezetés problémája. Már a 80-as évek közepén a település 30%-án elkészült a szennyvízberuházás, és azóta egy hosszú folyamat indult el, hogy az egész településen meg tudjuk valósítani ezt a rendszert. Kistérségben már gyakorlatilag minden településen működik a szennyvízhálózat, egyedül Tiszadadán nem volt még, és ez nagyon hátrányosan érintette a települést, hisz hogy akik itt szerettek volna lakást venni, vagy az itt élőknek is problémát okozott a szennyvíznek a kezelése. Sajnos sokan rosszalkodtak is, kertbe kiengedték, már arról nem is beszélek, nem is merek gondolni arról, hogy még kutakba is, tehát gyakorlatilag borzasztó módon szennyeztük a környezetünket, és úgy kellett ez már a településnek, mint egy falat kenyér. A beruházás azonban nem csupán a lakosság komfortérzetét javítja. Arról sem szabad megfeledkeznünk, hogy itt a Tisza közelségében egy nagyon érzékeny vízbázison vagyunk, tehát ez a beruházás, ez a természetvédelmet, a környezetvédelmet is szolgálja, és hogyha szeretnénk azt a tájat, amit mi annyira szeretünk, amit annyira a szívünkbe zártunk, átadni az utódainknak, akkor nem mindegy, hogy milyen környezeti hatásnak tesszük ki. Ez egyaránt fontos az erdők szempontjából, de nagyon fontos a mezőgazdasági termelés szempontjából is, mert az egészséges élelmiszereknek az alapja az az, hogy egészséges termőföldön legyenek megtermelve. A tiszadadai fejlesztés a települést, a vidéket is erősíti, hangsúlyozta a beruházás nyitó rendezvényén a térség országgyűlési képviselője. Vinnai Győző kiemelte, a kormány célja, hogy a magyar emberek számára élhető vidéket teremtsenek. A Magyar Falu program erre koncentrál, szeretnénk a fiatalokat megtartani vidéken, szeretnénk a képzettséget növelni, a lakhatási viszonyokat javítani a csok kiterjesztésével, szeretnénk az egészségügyi ellátásokat, hogy elérhető legyen legalább az alapellátás Magyarország szinte minden településén, ez a betöltetlen háziorvosi praxisokat jelenti, szeretnénk elérni, hogy közösségi házak, terek, parókiák épüljenek, ahol az emberek össze tudnak jönni, meg tudják beszélni a helyi dolgokat, és szeretnénk azt is elérni, hogy az úthálózat fejlődjön, az alsóbrendű utak, önkormányzati belterületi kezelési utak fejlesztésére is forrásokat fogunk fordítani. Vinnai Győző azt is elmondta, Tiszadadán nem csak a szennyvízhálózatot építik ki, hanem már a Tisza-Löki elágazástól közel 770 millió forintból épült új úton lehet megközelíteni a települést, illetve a község szerepel egy nagyobb, a nyíri mezőséget lefedő turisztikai fejlesztési programban is.